Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban a Család és Nővédelmi Központot ismerhetjük meg részletesebben. Ehhez hívtuk segítségül az intézmény vezető főorvosát, dr. Nagy Lászlót, aki elmeséli nekünk egy kicsit a történetét is ennek az intézménynek, illetve azt, hogy hogyan működik most és miért fontos a város egészségügyi életében. Köszöntöm! Köszönöm szépen a meghívást! Egy nagyon régmúltú épület ez. Ez több mint 90 évvel ezelőtt épült, nagyon sokáig a Deák család otthonaként szolgált. Majd hát abban a bizonyos évtizedekben kicsit hányatatott sorsúvá vált, de a 80-as évek végétől már ott szakrendelő működik, ami hát 22 évvel ezelőtt került át a város működtetésébe, és azóta mi igyekszünk ott megfelelni a betegeink, várandós kismamák elvárásainak, azzal, hogy tudjuk, hogy minden nap egy kicsit többet és kicsit jobbat kell csinálni ebbe az épületbe, és hadd mondjam előre azt, mert hiába, hogy a város 98-ban hatalmas összegeket fektetett a felújításban, nyilván az idő vasfoga azért azóta ismét kezd látszódni, belül az épület sokkal jobb, mint ami ennek a időjárás által bántott külseje sejtetné, és a másik pedig az, hogy valamennyi kollégám nevében mondhatom, hogy mindenki arra törekszik, hogy a maximumot próbálja nyújtani. Idős, tapasztalt emberek dolgoznak ott, ez egy másik történet, hogy előbb-utóbb a fiatalitás is szóba jön. Mennyire változott meg, vagy mennyire bővült ki a kezdetekhez képest ennek az intézménynek a feladatköre itt Fehérváron? Én úgy gondolom, miután a mi profilunk kettős profil, az egyik a szülészet-nőgyógyászati tevékenység körébe tartozik, tehát várandós gondozás az egyik súlyponti téma, másik a női egészséggel kapcsolatos diagnosztikus és amennyire lehet gyógyító tevékenység, illetve hoztuk magunkkal a kezdetben város által finanszírozott úgynevezett ultrahang belgyógyászati szakrendelést, ami hát indulása óta én úgy érzem, hogy nagyon sokat tesz azért, hogy a város házi orvosai viszonylag könnyen, gyorsan megbízható diagnosztikához, képalkotó diagnosztikához jussanak, és ezt ötvöztük egyben. Na most mind a két terület olyan, hogy ha lehet forradalomról beszélni, akkor az az elmúlt 20-25 évben zajlott le. Teljesen másak, nem csak a betegek oldaláról az elvárások, hanem a lehetőségek is. Képletesen szólva azt tudnám mondani például az ultrahang készülékekre, amelyekkel nap mint nap dolgozunk, hogy azt, amivel elkezdhettük, jó magam a 80-as évek eleje óta foglalkozom a szülészetben ultrahang diagnosztikával, azt a mai készülékekhez úgy tudnám viszonyítani, mint hogyha egy mai full extrás Teslából át kéne ülni egy lentkerekes lemezárugyári kis autóba. Hát ez óriási. És mégis különbség. Akkor is megcsináltunk sok mindent. Tehát együtt fejlődtünk ezzel a technikával. Ugyanúgy igényé vált ma már az, és ezt mi következetesen folytatjuk a Család és Nővédelmi Központba, hogy minden rendelőben bent van az ultrahangkészülék. Nincs olyan, hogy most kéne ez vagy az, eljöttem a nőgyógyászhoz, és akkor adok egy beutalót, és majd tetszik időpontot kérni, sortálni. Nem. A paciens bejön az ajtón, elmondja, mi a panasza, ott áll egy tapasztalt szakorvossal szemben, és eldöntjük, hogy milyen vizsgálati módszerrel lehet úgymond kivizsgálni az ő panaszát, és egy menetben, mikor kimegy, akkor már megnéztük, ha kell így is, úgy is, és ez neki is időt spórol, és nekünk is sokkal hatékonyabbá teszi a munkánkat. Úgy tudom, hogy az ultrahangos készülékeknek köszönhetően nem csak nők, hanem férfiak is látogatják. Igen, a központot. Ez az úgynevezett belgyógyászati ultrahangrendelés, ahol praktikusan elsősorban ugye a városházi orvosai utalnak be vizsgálatra. Hadd mondjak egy-két példát, az, akinek epetáji panaszai vannak, az egyáltalán nem mindegy, hogy hónapok múlva derül ki, hogy epeköve van, vagy epehólyaggyulladása, de ez csak egy kiragadott példa, rendkívül sok esetben az ultrahang igen hatékony tud lenni, és én azt hiszem, hogy érezzük is ennek az előnyét. Más kérdés, hogy sajnálatos módon időnként bele-bele szaladunk egy kicsit hosszabb előjegyzési időbe, igyekszünk a kapacitásainkat bővíteni.
Igen, ugye itt beszéltük a sürgősségről, illetve a várakozási időről. Mit jelent ez mondjuk számokban, a várakozási idő? Tehát mi az a maximum, amit kell várni egy vizsgálatra, és mennyire lehet gyorsan bejutni? Mik a tapasztalatai? Úgy is kérdezhetem, hogy mennyire Fogok rá konkrétan is válaszolni, de hadd szúrjak be egy mondatot. Éppen Kásler miniszter úr aláírásával kaptunk a napokban egy levelet, mert ugye az egész járóbeteg szakellátást magusba köti az, amit teljesítményvolumen korlátnak hívnak, tehát gyakorlatilag meg van szabva a finanszírozás által, hogy mennyi beteget láthatunk el. És ő kért információt arról, hogy hol tartanak most úgymond ezeket, hát ők várólistának hívják, mi előjegyzésnek neveznénk inkább, mert még viszonylag nagyon jól állunk országos viszonylatban, és hogy mi lenne, hogyha ezt a volumenkorlátot eltörölnék. Hát ez a válaszom nagyon népszerű, az, amit ultrahangba és egyebekbe csinálunk. Ha a volumenkorlátot eltörölnék, akkor valószínűleg vissza tudna állni az, hogy egy-két héten belül bárkit meg tudunk nézni és el tudunk látni. Ez a belgyógyászati ultrahangra vonatkozik. Most azért a hónap vagy annál kicsit hosszabb várakozás előfordul. Nem szeretnék más betegellátást végző intézménnyel összehasonlítani, de ez nagyságrenddel jobb, mint amit a környezetünkben más intézménynél tapasztalunk. A nőgyógyászatban jobban tervezhető talán épp a várandós gondozás miatt, tehát előre tervezhetőek az események, mert ugye egy 9 hónap alatt vannak fix pontok, ahol találkozni kell, és ezt be lehet idejében osztani. Ott azt tudom mondani, hogy dacára annak, hogy még a ledolgozási fázisban van ugye mindenki, hogy a járványidőszakban fölhalmozódókból dolgozunk, elsőbb a szűrővizsgálatok terén, de ott azért 2 héten belül mindenki bejut most az orvoshoz. Csak ennek van az a hátsó kapuja, hogy így mondjam, amit a várandós gondozás kapcsán említettem, hogy a kismama meg tudja beszélni az orvosával, hogy mikor, melyik terhességi hétbe kell legközelebb jönni. Arra eleve megkapja az időpontot, a rendelőből már úgy megy ki, hogy óra-percre tudja, mikor kell legközelebb jönnie, és ez nagy könnyebbség, és számunkra is tervezhetőbbé teszi a munkát. Illetve most már interneten is be lehet jelentkezni, ha jól tudom. Az internetes előjegyzésünk az országban elsők között volt, ez évek óta azt kell mondanom, hogy közmegelégedésre, legalábbis remélem, hogy a betegeink megelégedésére tehát is, ami milyenkére igen, nagyon igen. Intenzíven használták. Ezt a járvány időszakban meg kellett állítanunk. És most tervezzük azt, hogy a nyári szabadságolási időszak végével újraélesítjük a rendszert, és ismét lehet majd interneten időpontot foglalni. A járvány időszak mennyire nyomta rá a pecsétjét a Család és Növidelmi Központ működésére? Ugye most többször hivatkozott, hogy most állnak vissza, de például mennyire kell még mindig óvatosabban, kevesebb beteget fogadni, milyen elővigyázatosságokra kell odafigyelni? Engedje meg, hogy én inkább a szakmai oldalról közelítsek. Hál' Istennek sziszifuszi munkával 2 évtized alatt elértük azt, hogy egyre többen és többen jönnek el a hölgyek közül az időszakos szűrővizsgálatokra. Ugye ezt a járványhelyzet egy az egyben blokkolta, ezeket nem tudtuk elvégezni. Ezekre utaltam akkor, amikor azt mondtam, hogy most dolgozzuk le, hiszen aki már megszokta, az jön vissza. A sürgősségi eseteket és az én felfogásomban a várandóság minden eseménye a sürgősségi esetekbe tartozott, és emellett kitartottunk, azt folyamatosan végeztük. Nyilván egy jóval redukáltabb orvos és asszisztensi létszámmal, mert a higiénia mindenek fölött volt, és így szokták mutatni, hogy elkopogjam, hogy a humán segítségével is, de minden feltételnek meg tudtunk az első pillanattól felelni, hogy biztonságos körülmények legyenek. Tehát akkor körülbelül a 30%-on tudtunk menni a létező kapacitásunknak. Hány orvos dolgozik önöknél? Ugye említette, hogy már nem a legfiatalabb korosztály. Elég pocsék a korfánknak, ne szépítsük, tehát ezt nem tudom szebben mondani, bocsássák meg nekem a műsornézői. Gyakorlatilag azzal, hogy a 65 év fölötti orvosok kiestek,
a járvány idején ezzel 5 ember kiesett, ha a papírformát betartjuk. Én úgy döntöttem, hogy akkor még éppen nem töltöttem be a 65-öt, és bejártam dolgozni. Mostanra már ők is visszaálltak, reméljük, hogy ez így is marad. Praktikusan akkor azt tudtuk biztosítani, hogy minden nap van orvos a házban, aki ellátja a sürgősséggel odafordulókat. Most azért már nagyjából 3 orvossal rendelünk egy-egy műszakba, de ez most összemosódik a nyári szabadságolási időszakkal is. Ősztől visszajöhetnek valószínűleg a délutános rendelések, jobban széthúzódik a betegforgalom. Azért, mert kérdezett tőlem számokat is, azért hadd mondjam, ama ominózus volumenkorlát előtti években a ház éves betegforgalma körülbelül 65 ezer fő volt. Szép. A volumenkorlát mindezt úgy határozta meg, hogy ebből mostanra egy 30 és 40 ezer közötti szám maradt. De tulajdonképpen ugyanazok mennének, csak talán többet kell akkor várni. Kicsit többet kell rávárni. Igen, igen. Ez egyébként csak fehérváriak számára elérhető szolgáltatás, vagy pedig a kistérség is beletartozik ebbe az ügyfélkörbe? Hát ez az úgynevezett területi ellátási kötelezettség témakörét érinti, ami egy fájó pontunk, mert valamikor a 2000-es évek első felében úgy érezzük, hogy az akkori regionális ANTS nem körültekintő döntéseket hozott a területtel. Nem azzal van a baj, hogy megkaptunk néhány, hogy mondjam, Fehérvár érdekszférájába eső községet, hanem belenyúltak abba egyébként abszolút korrekt megállapodásba, amit a városi és a megyei önkormányzat az átadás átvételkor kötött. Most alpolgármester úr segítségével ezen próbálunk kikorrigálni a kisebb hibákat. Ténykérdés, hogy mi azt szeretnénk elérni, hogy ami a tényleges kötelezettségünk, az Fehérvár lakosai. Ez jól behatárolható, működőképes, és tulajdonképpen annak idején a megállapodásban is erre voltak a kapacitások megtervezve. Tehát ez lenne a kulturált állapotnak a jogi szentesítése is. Ezzel szemben ma ez sajnos nem teljesen valósul meg, de ígéretet kaptam a polgármester úrtól, hogy ebben minél hamarabb augusztus-szeptember hónap folyamán érdemben előre fogunk lépni. Megint más kérdés az, hogy mi nem vagyunk olyanok, akik bárkit elküldünk. Tehát igenis, büszkén mondom a kamerába, hogy aki az agglomerációból el akar jönni hozzánk, mert bennünk bízik és nálunk reméli a javulását, azt nem szoktuk elküldeni. Itt is vannak ugyanúgy választott orvosok, ugye? Tehát, hogyha valaki elkezd egy orvoshoz járni, akkor szívesen megy vissza hozzá, vagy ez hogy működik a gyakorlatban? Vagy? A választott orvos az a szülészeti praxisban egy manapság egy kicsit rosszul csengő kifejezés. Én inkább hadd mondjam azt, hogy tiszteletben tartjuk a beteg szabad orvos választását. Uh-huh. Nyilván, aki életében először érkezik be hozzánk, az vagy jön valamilyen preferenciával, amit ismerősi, baráti kör, Facebook, akárhol hallott, hogy kihez szeretne menni, vagy nem. Ez esetben nyilván a recepció dolga eldönteni, hogy hol a legkisebb várakozási idővel, hol kerülhet ellátásra. És utána a kérdésünk az, hogy kihez szeretne menni. Uh-huh. Tehát tiszteletbe tartjuk azt, hogy döntött. Igen, vannak olyan beteg kartonok, hogy így mondjam, amik egyetlen orvosírásával vannak, akár évtizede vezetve vannak. De ezt a ragaszkodást, ezt megköszönjük, és tiszteletben tartjuk. Ja, beszéltünk arról, hogy nagyon népszerű ez a hely, de arról is, hogy már azért az idő vasfoga az elkezdett akár az épület állagán látszódni. Ugye a gépekről is beszéltünk, hogy egyre inkább, tehát egyre korszerűbb gépek vannak, tehát tartják azt a fejlődési ritmust, amit a mai egészségügyi helyzet elvár. Mégis ugye most a rendelő felújításokról folyamatosan mi is szoktunk tudósítani, akár az újságban, akár a tévében. A Család és Nővédelmi Központban milyen fejlesztésekre van szükség, és hogyan látja, hogy ez a jövőben hogyan tud megvalósulni? Gyakorlatilag tervezési stádiumban van az épületnek a teljes felújítása, tehát azért itt immáron egy közel 100 éves épületről van szó, és mondom, hiába költöttünk, és ez nem csak a külcsín szól, hanem nyilván energetikai fejlesztések,
egyebek, polgármester úrral beszéltem egyszer arról, hogy akár van olyan tetőnk is, ahova egy kis napelemet is föltehetnénk, és költséget spórolnánk, nagyon támogatólag állt a ötlethez. De az is igaz, hogy egy csomó olyan rendelő volt van a városban, amely prioritásban meg kellett, hogy előzze a miénket, mert azért hadd mondjam el büszkén, hogy a miénk volt a legelső légkondicionált rendelő a városban, és emellett azóta is kitartunk, hogy kellemes klíma legyen. Tehát, hogy ilyen számítógépes kifejezést mondjak, hardware szempontjából azért mi jól állunk. Nyilván esztétikailag, biztonságilag, meg az úgynevezett, amit nem látunk, fejlesztés, de mégiscsak fontos a ott dolgozók komfortérzete, munkaminősége, meg a betegellátás érdekében, azokból van egy csomó olyan, amiben viszont tudomásul vesszük, be van tervezve a város költségvetésébe, és tudjuk, hogy meg fog valósulni. Várunk türelemmel és dolgozunk. Ugye szűrőnapokat is szerveznek ebben az intézményben. Mennyire sikeresek, és mi mindenre van lehetőség egy-egy ilyen szűrőnapon? Igen, nagyon büszkék vagyunk a szűrőnapjainkra. Dacára annak, hogy ilyen nővédelmi központként van a nevünk a köztudatban, nem csak nők számára működik ez, tehát rendeztünk még prostataszűrést és urológiai férfiaknak szóló szűrést is az épület falai között, de a jellemző, ahol elsősorban a hölgyeket várjuk, a nőgyógyászati szűrőnapok. Ez nem pusztán nőgyógyászati vizsgálatból áll, ilyenkor van azért mód akár egy ultrahangos áttekintő vizsgálatra, rendszerint csontsűrűségmérésre, védőnői tanácsadás, vércukor, koleszterin szűrés, tehát az, amiket a klasszikus szűrőnapokon is próbálnak az embereknek elmondani, megmutatni, hogy mi mindennel vigyázhat jobban az egészségére. Nagyon népszerűek, nagyon hamar betelnek. Úgyhogy éppen kapacitás okokból volt már olyan, amikor eleve úgy hirdettük meg, hogy azt kérjük, hogy elsősorban az jöjjön el, aki mondjuk egész héten dolgozik, hiszen ezek szombat délelőtti elfoglaltságok, de szombaton el tud szakadni egy-két órára a családjától, és akkor jöjjön és koncentráltan mindent megkap, és azt kértük, hogy aki megteheti, az meg jelentkezzen be a rendelésre, és jöjjön be máskor. Gondolok itt például egy nyugdíjas korú hölgyre, akinek igazából mindegy, hogy a rákszűrését melyik napon csináltatja meg. Említette, hogy ez is nagyon népszerű ez a program. Ez azt jelenti, hogy a fehérvári hölgyek figyelnek magukra? Tehát odafigyelnek, hogy rendszeresen járjanak szűrésre? Mi a tapasztalata? Én úgy gondolom, hogy örvendetesen növekszik az elvégzett szűrővizsgálatok száma. Hosszú munka van benne, de egyre jobban látjuk azt az önmagunkra odafigyelek című törődést és tudatosságot, egészségtudatosságot, és ennek én nagyon tudok örülni, mert nem akarom itt most Fodor József szavait idézni, a nagy magyar orvos professzorét, hogy minél többet szűrünk, annál kevesebbet kell gyógyítanunk, de ez igaz. Ugye szokták mondani, hogy szűrésre inkább az idősebb hölgyeknek kell, vagy ugye valakinek már erősen ajánlott menni. Mennyire érezhető a korosztályi eloszlás? Tehát a fiatalok is járnak szűrésekre? Most ilyen 20-30 év között gondolok fiatalokra, vagy 40 éves korig mondjuk. Majdnem azt mondom, vigyük lejjebb egy kicsit a korhatár, tehát Aha. Itt a tinédzser korosztály is már elkezd járni. Kicsit csúnyábban vagy szakszerűbben fogalmazva ez úgy hangzik, hogy akinek életébe beköszöntött a szexualitás, annak illik elmennie évente nőgyógyászhoz, független attól, hogy szede valamilyen fogamzásgátlószert vagy sem. Tehát itt azért vannak veszélyek, fertőzések, egyebek, gondoljunk csak a HPV-re, mint ősellenségre, ami ellen hál' Istennek most már évek óta sikerrel küzdünk. Tehát én úgy gondolom, hogy aki nőnek született és belekerült ebbe a korba, az, ha nincs problémája, is időnként járjon el szűrővizsgálat. Tehát nyilván ennek a gyakorisága valóban már életkortól függ, tehát egy idős néni az már elég, ha 2-3 évente megmutatja magát, és elkészül egy remélhetőleg negatív szűrővizsgálati lelet, de az aktív, fiatalabb korban én azt hiszem, hogy az egy évvel nem mondunk túlzást.
Ugye itt említette a HPV szűrést, ami most a fiúknál, vagy HPV oltási programot, ami ugye ez egy városi oltási program, hiszen ugye a lányok oltását most már ugye az állam átvállalta. És most hirdették meg, hiszen tavasszal erre nem volt szükség, vagy nem lehetett, szükség volt nyilván, de el kellett tolni a járványhelyzet miatt. Hogyan vesz részt a központ ebben az oltási programban? Hogyan kell ezt elképzelni, ezt a munkát? Én úgy gondolom, hogy itt az egyik leglényegesebb pont az, hogy a szükséges információt megadjuk úgy a páciensnek, mint jelen esetben ugye 12 éves korú, elnézést kérek tőlük gyerekektől, nekik a szüleiket kell elsősorban felvilágosítani, hogy minél többen igénybe vegyék. Általában az ilyen koruk védőoltása az iskolákon, iskolavédőnőkön, gyerekorvosokon keresztül zajlik, mert ott szólíthatók meg a legkönnyebben. Én a magam feladatát abban látom, hogy a szükséges információval és segítséggel szolgáljak annak, aki ez iránt érdeklődik, és higgye el, hogy van olyan anyuka, aki amikor a saját dolgával eljön mondjuk szűrővizsgálatra, az kérdezhetek-e még egyet, doktor úr, alapon megkérdezi, hogy mi legyen lányával, fiával. Olyan is van, aki úgymond túlkoros már ehhez a oltási programhoz, is megkérdezi, hogy van-e még értelme. Természetesen van. Én is akartam kérdezni. Van. De ez egy választott dolog, tehát ez nem úgy van, mint a többi iskolai oltás, hogy... gyakorlatilag kötelező, lehet nyilatkozni, ha nem szeretné a szülő, de hogyha úgy nyilatkozik, hogy beadhatják, akkor beadják. Én úgy gondolom, és egyébként általam nagyon támogatott módon a kormányzati szándék is kiolvasható, hogy ennek a védőoltási sorba való beillesztése van folyamatban, mint ahogy a lányoknál már ugye megy a Nemzeti Oltóprogram keretében. Én úgy gondolom, hogy ez gyakorlatilag szinte az egész népességre fölmenő rendszerbe ki kéne terjeszteni, betenni oda, ahol az összes többi védőoltás van, mert hiszen azért mondjuk el azt is, hogy Magyarországon a kezdetettől fogva mindig nagyon jó volt a védőoltási munka, az immunizálás. Tehát gyakorlatilag az én szüleim korosztálya már részesülhetett a legfertőzőbb betegségek elleni védőoltásba, és ez, ahogy múltak az évtizedek, sőt majd egy század azóta, ez egyre jobban a helyére került, beivódott az emberek tudatába, és nem szeretnék én most listákat olvasni arról, hogy milyen iszonyatosan súlyos betegségeket sikerült szinte kiírtanunk, nem is hallunk róla, legfeljebb a hírekbe, hogy környező vagy elmaradott országokban ezek hogy jönnek elő. Tehát én úgy gondolom, hogy a HPV oltás rövid időn belül elfoglalja a méltó helyét a egyébként világszínvonalú magyar oltási sorba. Hát bízzunk benne. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, szerintem most már sokkal okosabbak vagyunk a központ működését illetően. Köszönöm szépen, tartsanak velünk legközelebbi műsorunkban is. Viszontlátásra!